miközben a juhokat terelte egyikről a másik dombra, azt gondolta, a juhásznak jól van dolga. A juhásznak jól van dolga, egyik dombról a másikra, helyegeti nyáját. A koncertek sorát a Juhász zenekar nyitotta meg, Tudom én már című gyermeklemezük bemutatójával. A fesztivál elsődleges célja a népzene népszerűsítése, emelte ki az eseményen Juhász Gábor, a fesztivál szervezője. Azért vagyunk itt Palicson, a turisztikai övezet kellős közepén, hogy ezt minél többen meglássák, meghallják és megismerjék, hiszen ez nagyon fontos, hogy a magyar kultúrát, illetve a velünk együtt élő népeknek a kultúráját mindenki megismerje és tudja azt, hogy ez a mi hagyományunk, és a hagyományainkból tudunk építeni jövőt is. Ez nagyon fontos, hiszen az öregek is, a régi öregek is így generációról generációra tudták fölépíteni a társadalmukat, és nekünk is ez után kell, hogy csatlakozzunk. A Szabadkai Duhai Zenekar idei első koncertjén vett részt. Ebben az évben sajnos az első fesztiválunk. Nyilván a vírushelyzet miatt nem igazán tudtunk készülni más fesztiválokra, mivel hogy nem is volt. Maga a zenekari próbák heti szinten szerencsére meg tudtuk tartani a helyzet miatt, de örülünk annak, hogy végre visszatér az élet. A Folk Music Fesztivál létrejöttét, mint minden évben, Szabadka város önkormányzata is támogatta. Ez a rendezvény kitűnően kifejezi a sokszínűségünket, Szabadka sokszínűségét. Örülök annak, hogy tegnap horvát, illetve bunyavác koncertek voltak elsősorban, ma inkább magyar jellegűek. Mindenki megtalálja itt a helyét, és nagyon jó a helyszínnek a megválasztása itt az idegenforgalmi övezetnek a kellős közepén. A kétnapos programsorozat alatt népművészeti kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, népi gyermekjátékok és hangszerbemutató is várta az érdeklődőket.